Pozitív percek. Töltődj otthon. Az Atomenergetikai Múzeummal. Hiányzik a múzeumba járás. El se tudod képzelni, mit csinálhatnak a múzeum dolgozói most, hogy bezártak az intézmények? Fizikát tanulsz? És egy kicsit elakadtál? Érdekel a tudomány, a modern technika? Na, ez engem is, de nagyon. Tarts velem! Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és nézzük ma, mi lesz a témánk, és ki lesz az interjú alanyom. Mai vendégem Krizsán Árpád, múzeumpedagógusa az Atomenergetikai Múzeumnak, és hát az elmúlt hetekben gyakran lehetett veled találkozni a Facebookon, nálunk a rádióstúdióban, és még itt adásban is. Fifikus fizikus most lezárult, hiszen a tanév végéhez értünk. Milyen tartalommal készült? Készülsz egyáltalán tartalommal? Hát most már az élőzéseknek ugye vége lett, úgyhogy nyilván ugye az iskolai tevékenységet most már nem kell segíteni, remélem kevesen pótvizsgáznak, úgyhogy őnekik jó felkészülést így a távolból is. Egyébként az iskolai tevékenységtől azért nehéz elszakítani a fizikai kísérleteket. Hát készítünk még egy pár videót, úgyhogy videókkal készülünk, amik kicsit a nyárhoz kapcsolódnak, remélhetőleg kicsit hűsítőek lesznek, próbáljunk mindenkit egy kicsit elkápráztatni. Hogy képzeljük el ezt az elkápráztatást? Nyilván nem valamilyen varázsigét fogtok mormolni. Pontosan mire készülhetünk, és milyen felületen figyeljük? Hát ugye itt a Facebookon kell figyelni az erőműnek az oldalát. Hát az elkápráztatás, meg a kísérlet, vagy hát a varázslat azért valamennyire benne lesz szerintem. Próbálunk olyat, hogy megpróbálok eltűnni azért a gőzerejével. Egyébként nagyon sokszor az energiafogalmat fogjuk továbbra is használni. Folyékony nitrogénnel végzünk olyan kísérleteket, amit egyébként mondjuk a tananyagban nem nagyon lehet bemutatni, mert hát azért nem ér össze feltétlenül a mechanika, a hűt, annak az a része, ami a kísérletekben megjelenik, viszont kapcsolódhat azért a tananyaghoz is, az energiafogalma azért mindig ott lesz, és hát a folyékony nitrogén az ilyen szempontból most egy jó játék lesz számunkra. Itt a nyár mindenki elkezd kalandozni, mozogni, strandolni. Te mit gondolsz, hogy a hétköznapok során a családok találhatnak ki olyan kísérletet, amit ők maguk otthon is el tudnak végezni? Hát biztosan nekem az egyik kedvencem, és ezt is látni fogjátok, hogy miért pont jéggel hűtjük az üdítőt. Az egyik élőadásban is megmutattam már, de nem kell hozzá sok mindent, kell venni egy pohár vizet, meg megszínezett jégkockát, és akkor kicsit várni kell, meg kell nézni, hogy mi történik, és hogyan olvad el a jég a vízben, hogyan keveredik, és én azt gondolom, hogy akkor választ kapunk, hogy a limonádiban miért is teszünk jeget. Gyakorló édesanyaként mindig felmerül bennem a kérdés, hogy azt gondolják az emberek, hogy az apukákhoz lehet fordulni csak a gyermekeknek a fizika tantárgy keretén belül. Neked mik a tapasztalataid, mi nők, mi édesanyák, mennyire vagyunk tisztában a fizika tantárggyal magával? Szerintem te fizika tantárgyat nem a konkrét tematika alapján használjátok, de mosogatásnál azért mindenféleképpen előkerül a fizika, úgyhogy javaslom egyébként a gyerekeknek is, hogy segítsenek otthon a mosogatásban, mert azzal, ahogy leolja a zsírt a mosogatószer az üvegedények felületéről, az egyrészt ugye lehet látni, hogy a felületi feszültség hogyan működik, másrészt, ha már mosogattok, akkor nyugodtan ki lehet próbálni az üvegpoharat, lenyomjátok a víz alá, úgyhogy nincsen benne víz, majd egy vízzel teli poharat megpróbáltuk úgy felemelni, hogy a szája lefelé van. Én azt gondolom, hogy itt mindenhol megjelenik a fizika, itt mondjuk a nyomás fogalmával lehet kicsit ismerkedni, és lehet vele játszadozni. Úgyhogy ti is nagyon sokszor használjátok a fizikát. A háztartásban rengetegszer előkerül. Nyilván nem a törvényekre meg a tételekre hagyatkoztok ilyenkor, hanem egyszerűen az alkalmazásokra. Az édesapák szerinted az átlagos hétköznapok során mikor találkoznak leginkább a fizikával otthon? Mondjuk egy autószerelésnél nyilván, de szerinted még mi az, amit mondjuk, ha valaki egy lakásból lakik, és apuka, akkor tudja hasznosítani a tudást? Beszokott menni mindenki ugye a lakásába. Hát az ajtók nyitása sem véletlenül úgy történik, ahogy történik. Ugye a kilincs az nem a zsanérnál van, éppen azért, hogy viszonylag nagy legyen az erőkar, tehát kicsi erővel elérjük azt a forgatónyomatékot, hogy az ajtót ki tudjuk nyitni. De ez úgy van a kilincsnél. Aztán hát a villanykapcsolás, ez megint csak egy ilyen teljesen természetes mozdulat már, tehát azért az elektromosságnak elég komoly köze van ahhoz, hogy működjön minden. Ráadásul, hogyha itt nagyon-nagyon bele szeretnénk menni, akkor azért az energiatermelés és a váltakozó áram, váltakozó feszültség fogalmát is azért bele lehetne hozni a dologba. Gyakran mondják azt, hogy az ember hazaviszi a munkáját. Te haza szoktad vinni a munkádat? Tehát te úgy lépsz, jársz a házatokba, hogy mindig mondjátok a gyereknek, hogy éppen mi történik, és milyen törvényszerűséget lehet megfigyelni? Nem. Nem. Igazából ez a múltkor jutott éppen eszembe egy ilyen újságcikk kapcsán, hogy igazából sokszor gondolhatnánk azt, hogy mondjuk akár egy fizikus nem ér baleset, mert ő mindent is tud, ami egyébként nem igaz, mert mi igazából nem feltétlenül fogjuk minden lépésünknél a megfelelő tételeket végig gondolni, meg végig számolni, viszont hogyha valami történik, akkor tudjuk, hogy miért történt.
Nos, hát akkor járjunk nyitott szemmel, és ebben a hónapban kifejezetten a játékunk kapcsán keressük az Atomenergetikai Múzeum kulacsát, és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook oldalát is érdemes lesz figyelni, hiszen Árpi továbbra is vár benneteket. Remélem, ma is megérte velem tartani, és bízok benne, hogy legközelebb is valami érdekessel készülhetek számotokra. Töltődj fel otthon, további szép napot! Pozitív percek, töltődj otthon! Az Atomenergetikai Múzeummal.